eseményen. Január 19-én megválasztottak engem a Magyar Tornás Szövetség elnökének. Ez egy olyan nagy feladat volt számomra, amit el kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon remekő térdel vállaltam el. Két olyan fő szponzorunk van, aki az alapjáratot igazából a tornára biztosította, ezért elvállaltam ezt a feladatot. Mindenhol mindig lassan elmondom, hogy minden tornászra, minden volt jelenlegi és a jövőbeli tornászra, minden szülőre, aki a mai napon, a mai időben a legfontosabb tényező ma a tornába számított, mindenki tanácsára, mindenki tanácsát meghallgatom és odafigyelek. Nagyon fontos számomra az, hogy, hogy a tornát együtt építsük föl. Nagyon mély ponton vagyunk most, nagyon kevés szakosztályunk van. Borzasztó fontos az, hogy az ilyen vidéki bázisok, mint a Győr, aki a nehéz időszakokban is megtartotta azt az igazi minőséget, amit meg tudott tartani, és a napjainkban is megtartja, és illetve fejlődik a jövőben is, számítunk az ő versenyzőikre. És egyéb, én tudom, Nagykanizsán például voltunk, lent Nagykanizsán is, tehát olyan sejtek vannak ma az országban, és mindenki nagyon sok helyről megjelent. Ez azt jelenti, hogy elindult egy összefogás a tornába. Ez egy nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy azok a régi barátaim, akivel együtt csináltuk ezt az egész tornát annól, mindenki úgy áll hozzá ez, hogy most meg kell újítani a tornát, olyan versenyeket kell csinálni, amelyek láthatóvá, nézhetővé válnak, olyan kiegészítő bemutatókat kell csinálni a rokon sportágainkkal, hogy színessé, szórakoztatóvá váljon, és ha a tornának egy óriási, és nem is hiszem, azt hiszem, hogy nem csak a torna, hanem az összes sport, egy olyan út előtt áll, hogy nézhetővé váljon, illetve meg kell küzdenünk a nézők kegyeiért. Ezért olyan versenyt kell csinálnunk, és fogunk is csinálni, bemutatókat, pálokat, hogy mindenki, tehát minden más országban versenyezve, a szórakoztatóiparral versenyezve, ott lehessünk. Én azt kérném mindenkitől, hogyha egy kicsit összeakartjuk a bajot, az igazi tornát szerető, de csak a szakmát néző emberekkel, akkor ne haragudjanak meg rám, mert lesznek olyan versenyek, ahol a külső tényezők is dominálnak. Ilyenek lesznek majd énekesek, bemutatók. Múltkor azt hiszem, hogy csapatbajnokság után a szervbajnokságon a Szolvay Ballett mutatott be egy csodálatos kisú bemutatót. Ilyenek lesznek, de ez azért van, hogy a tornára a figyelmet ráirányítsuk. Én úgy látom, hogy bárba vagyunk, és egy kicsit elkalandoztam, de én azt kívánom mindenkinek, hogy segítsetek ebbe. Minden ismeretséget, minden barátságot, minden bölcs és jó tanácsot elfogadva szeretném azt, hogy a torna abban az időszakban, amikor én tornában, mint elnökként szerepelek, az talán olyan egy nagyon picit maradandó maradjon, nem úgy, mint a torna múltam. De mindenféleképpen minden meg fogok tenni annak érdekében, hogy a torna előre haladjon. Én mindenkinek kívánok most jó szórakozást, érezze mindenki magát nagyon jól. Ezek a barátságok most is erősödjenek továbbra is, amik 5-10-15 és ahogy a Zsolt is mondta, 25-30 évvel ezelőtt kialakultak. Lássuk a fiatal tornászok bemutatóját, a felnőtteket, a műsort. Mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást, és köszönöm, hogy meghallgattam. Úgy legyen, azt hiszem már sem is kívánhatnánk. Aki esetleg utfáriázni akar, annak ajánlom figyelőbe a 125 éves magyar tornaszínűségre, ami itt megvásárolható. Elsőként is bemutassam a párokat, akiket ide szólítok. Ősze Ákos és Medele Ura.